Tojástartóból, farsangi állarcok, valamint papírtányérból díszes koronák készültek február 3-án a gyermekkönyvtárban, ahol mintegy 40 óvodás és alsós gyerek szorgoskodott. Évek óta minden szombaton tartanak a gyerekeknek kézműves foglalkozást a gyermekkönyvtár munkatársai, ahol mindig az adott időszakhoz, ünnephez kapcsolódóan készítenek az apróságok, szüleikkel közösen mókás figurákat, díszeket, állarcokat, amelyeknek alapanyaga legtöbbször papír. A legutóbbi kézműves szombat elnevezésű program keretében festettek, ragasztottak, csomagoltak, díszítettek a kicsik a farsangra készülve. A foglalkozásra legközelebb február 10-én várják a gyerekek és szüleiket a megszokott 9 órától délig tartó időszakban, amikor kartonpapírból csillogó állarcokat készíthetnek a lurkók.